Szép estét kívánok! Köszöntöm a kedves nézőinket önök. Augusztus 21-én hétfő este a tatai televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is. Polgármesteri köszöntővel kezdődött az ünnepség. A történelmi egyházak képviselői áldották meg a kenyeret. Idén kilencen vehettek át városi elismeréseket. A hagyományokhoz híven idén is Tataváros önkormányzata és a Tatai Városkapu Közhasznó ZRT szervezte meg az augusztus 20-ai ünnepséget. A Szent István királyunk tiszteletére megvalósuló rendezvényen Mikhű József polgármester is elmondta ünnepi gondolatait. Tataváros tota önkormányzata és a Tatai Városkapu közhasznú ZRT idén is megszervezte az államalapító Szent István királyunk tiszteletére létrehívott ünnepséget. A délelőtt során a Szent Kereszt plébánia, a templomban tartott Szentmisét Havasi Bálint plébános. Este 6 órakor pedig a Kossuth térre várták az ünneplő közösséget augusztus 20-án, ahol Mihű József Tataváros tota polgármestere is beszédet mondott. Mi kell ahhoz, hogy az ember korábban eljusson oda, hogy elhatározza és neki fogjon, hogy most már másképpen fogok élni. Tette fel a kérdést egy az élete derekán lévő barátom, aki nagyot változtatott korábbi élete menetén, és most már élvezi döntésének gyümölcseit. De miért nem döntöttem már így korábban, miért vártam eddig? kérdezte. Nehéz eltalálni a választ, vajon mi kell ahhoz, hogy láthassuk? hogyan teremtődik meg az idő, hogy egyszer csak a gondolatból elhatározás, abból pedig cselekvés, és annak következtében új életünk legyen. És aztán ezt az új életünket is rendre a kellő időben megújítsuk, hogy el ne vesszen, amiért megküzdöttünk, amiért annyi harcot megvívtunk, amiért annyiszor megszenvedtünk. De ez nem csak az egyén életében van így, hanem egy nemzet életében is. Molnár V. József néplélek kutató szerint a régi ember nem kronológikusan látta az idő múlását, ciklusokban mért. Ezek adták az évkört amely a legsötétebb éjszaka után a téli napfordulón bezárul, majd a fény újjászületésével ahogy fokozatosan kibomlik a természet, újabb fordulatot vesz az évkerék. Minden dolog forgandóságának nevezte, mely nem más, mint az életrendje. Így vagyunk valóban. Életünket sokkal inkább bizonyos korszakokra, hosszabb, rövidebb időszakokra osztjuk, mint hogy csak a napok egymás utániságát élnénk meg mindig jönnek újabb nagy lépések, amelyeket vagy a helyzet kényszerít ránk, vagy a saját döntéseink alapján kezdünk el, valami újat hozva a régiből, vagy a régivel, vagy elhajítva a hátráltató múltat, valami egészen újat építünk. És ebben a sorban az egyik nagy elmozdító, megmozdító, újabb ciklust kijelölő az maga az ünnep. Molnárvé József így fogalmazott: Ünnepeink tartalma nem más, mint az örök világvirág, a bennünk és rajtunk keresztül munkáló Isten. Az utóbbi ezeresztendőben a magyarság korábbi hagyományai összefonódtak a keresztény tradícióval, megőrizve mégis sajátos jellegüket. Ennek az utóbbi ezer évnek a nagy elindítóját, az út bemutatóját, az ezredéves korszakalkotót, Szent István királyt köszöntjük ma. A haza és az élet összekapcsolódását szimbolizálja az ünnepi, nemzeti színű szallaggal átkötött kenyér. Augusztus 20-án a Kossuth téren szekték meg a kenyeret, amelyet előtte megáldott Markovics Milán Mór, tábori lelkész, dr. Szabó Előd református lelkész és Frankó Mátyás evangélikus lelkész. Soha nem elég, ha nekünk van. Akkor elég, ha abból bőven adunk másoknak is. Adja Isten, hogy mindig így legyen. Tatán a Kossuth téren is megtörtént az ünnepi kenyérszegés, amely nemzeti színű szallaggal átkötött kenyeret először a történelmi egyháza képviselői áldottak meg. Ezt követően az ünnepség résztvevői között osztották el az új kenyeret. Azokban a napokban, amikor ismét nagy sokaság vette Jézust körül, és nem volt mit enniük, magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk. Szánakozom a sokaságon, mert már három napja vannak velem, és nincs mit enniük. Ha pedig éhesen bocsátom őket, haza időlnek az úton, mert némelyikük messziről jött. Tanítványai így feleltek. Hogyan tudná bárki is ezeket kenyérrel jól lakatni itt a pusztában? Megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van? Ők ezt válaszolták, hét. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre, azután vette a hét kenyeret, hálát adott, megtörte, s tanítványainak adta, hogy tegyék eléjük. Ők pedig a sokaság elétették. Ettek és jól laktak, azután összeszedték a maradék darabokat hét kosárral. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felül halad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Ámen. A mindenható Isten, akitől van az aratás bősége és az új kenyér ajándéka. Urunk, ad, hogy az új kenyérben is felismerjük megtartó szeretetet, csodáját, és a hálaadás ezen ünnepi alkalma buzdítson minket továbbra is, hogy merjünk rá csodálkozni mindennapi kenyerünkben a Te minden értelmet meghaladó, gondviselő jóságodra, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki nekünk mennyei kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk, s aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel lélekkel egységben, mind örökkön örökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében az Úr legyen veletek. A Zsoltárossal így imádkozunk. Mindenek szemei te benned bíznak, Úristen, és te adsz nekik eledelt alkalmas időben. Föltárod a szent kezeidet, és betöltesz minden élőket áldásoddal. Könyörögjünk. Mindenható Urunk, Atyánk és Istenünk, áld meg ezt a kenyeret mennyi áldásoddal, hogy akik ebből részesülnek, váljék azoknak testi-lelki gyarapodásukra és üdvösségükre. Tartson távol tőlük minden betegséget, és a gonosz léleknek minden ártalmát. Urunk Jézus Krisztus, Te vagy az angyalok eledele és az örök élet kenyere. Miképpen egykor a pusztában az öt árpa kenyeret megáldottad, belőle számtalan sokaság részesedjék, által a testi-lelki fölödülést szerezzél az elfáradtaknak. Add, hogy akik ebből a kenyérből vagy kenyerekből esznek, Nyerjen belőle testének erőt és lelkének üdvösséget. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön, örökké. Amen. Tataváros önkormányzatának képviselő testülete minden évben egy elismeréssel köszöni meg azon személyek és szervezetek munkáját, akik erőn felül dolgoznak a város értékeiért. Iden kilenc kitüntetést adtak át az ünnepségen, köztük Mátyás királydíjat, díszpolgári címeket, valamint Tatavárosáért kitüntetés arany, ezüst és bronz fokozatait több éves hagyományra tekint vissza, miszerint Tataváros önkormányzat képviselőtestülete augusztus 20-án elismerésben részesíti azokat a helyi kötődésű szervezeteket, egyesületeket és magánszemélyeket, akik lelkiismeretes és kitartó munkájukkal segítették a város értékeinek tovább éltetését. Idén összesen kilenc kitüntetést adtak át a Kossuth téren. Tataváros Mátyás király díjában részesült Fogelné Nagy Éva, nyugalmazott tanár, iskolaigazgató, a Talentum is Alapítójaként Tata oktatási, művészeti sokszínűségének megteremtésében és fenntartásában több évtizeden átnyújtott kimagasló, szakmai és közösségszervező munkájának elismeréseképpen. Tatavárosáért kitüntetés aranyfokozatában részesült Zsebőknél hidvégi Éva óvónő, óvoda vezető, az Agostjáni óvoda alapításában való tevékeny részvételéért és több évtizedes kiemelkedő óvodapedagógusi, valamint közösségszervező munkásságának elismeréseként. Tatavárosáért kitüntetés aranyfokozatában részesült Ábrahám Ágnes Barbara és Domunkos Attila házaspár, Tataváros önkormányzata kommunikációs munkatársai, Tata történelmének, kulturális és művészeti életének, örökségének, valamint jelenének az elektronikus felületeken és a nyomtatott sajtóban történő bemutatása során nyújtott szakmai elhivatottságuk, fáradhatatlan munkabírások elismeréseképpen. Tatavárosáért kitüntetés ezüst fokozatában részesült Cina László, a Tatai Hódi Sport Egyesület alelnöke, edző, a magyar válogatott edzői csapatának tagja, a Tatai Kajak sportterületén az utánpótlás nevelésben végzett több évtizedes kiemelkedő, áldozatos, eredményes edzői munkásságának elismeréseképpen. Tata Városaért kitüntetés ezüst fokozatában részesült Csákány József, a Tatai Atlétikai Klub labdarúgó szakosztályának vezetője, a Tatai Labdarúgás utánpótlás nevelésben végzett több éves kimagasló szakmai munkájának közösségszervező tevékenységének elismeréseképpen. Tata Városaért kitüntetés ezüst fokozatában részesült Horváth Zoltán Zsolt, a Tatai Városkapu közhasznú ZRT vezérigazgató helyettese. A sportéletben végzett több éves aktív közösségszervező munkájáért, valamint a Tatai jégpálya létrehozásában és a jégkorong helyi népszerűsítésében végzett eredményes tevékenysége elismeréseként. Tatavárosért kitüntetés bronz fokozatában részesült Pap László nyugdíjas óvodai dajka, az agostyeni óvodai és közösségi életben való több évtizedes aktív, lelkiismeretes munkájának elismeréseként. Tataváros díszpolgára címet vehetett át a Csainé Dávid Ágnes, a Tatai Rendház Kft. volt ügyvezetője, pedagógus, Tata kulturális és oktatási életében végzett kiemelkedő tevékenységéért, a Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ létrehozásában, a Tatai Felsőoktatás megteremtésében végzett lelkiismeretes munkájának elismeréseként. Tataváros díszpolgára címet vehetett át Labanz Györgyi pedagógus, a Természetes Életmód Alapítvány elnöke az Agostyáni Ökofalú létrehozásáért és a tatai gyermekek környezeti nevelésében végzett elhivatott, alázatos több évtizedes példaértékű munkásságának elismeréseként. Ismét várja az érdeklődőket a pénzügyi navigátor tanácsadó irodahálózat augusztus 23-án reggel 8 órától egészen délután 3 óráig kaphatnak választ többek között a banki ügyintézői kérdéseikre az érdeklődők a díjmentes segítségnyújtásnak a városháza biztosít helyszínt. Az Eszterházi Ferenc Baráti Kör szervezésében augusztus 27-én az Angol Kertben rendezik meg az ötödik Cseketó köszöntő ünnepet. A program részekén délután fél kettőtől lesz lehetőség a koszoruk elkészítésére a nyári lakteraszán, majd fél háromkor kezdődik a tó köszöntése. Három órától az Angol Kert érővirágáról tudhatnak meg többet az érdeklődött egy vezetett séta során, amelyet Ballabás Gábor geográfus, Márkus Ferenc ökológus és Oswald Zsolt holgászati szakértő tart. Következzenek hétfő esti híreink. Még egyszer röviden. Polgármesteri köszöntővel kezdődött az ünnepség. A történelmi egyházak képviselői áldották meg a kenyeret. Idén kilencen vehettek át városi elismeréseket. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök augusztus 21-én hétfő este a Tatai Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen és műsorunk következik, friss hírekkel pedig legközelebb holnap este jelentkezünk ugyanebben az időpontban. Én további szép estét kívánok önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra is a viszontlátásra.